A helyszínen életét vesztette annak a Honda terepjárónak a 46 éves szerencsi vezetője, aki március 11-én 21 óra 30 perc körüli időpontban haladt a belvárosban a Huszárvár utca irányából a Tatai Zoltán utcában, majd eddig ismeretlen okból a sofőr áttért autójával a menetirány szerinti baloldalra, ahol nekihajtott egy ott parkoló Mercedes személygépkocsinak. Ezt követően a Honda pár méterrel távolabb a jobb oldalára borulva állt meg, a kierkező mentők már nem tudtak segíteni a férfin, aki elhunyt. A nyomokból ítélve az autós nem hajtott gyorsan, hivatalosan meg nem erősített információk alapján a Honda sofőrje vezetés közben rosszul lehetett. Másnap a rendőrség közölte, hogy a helyszíni szemle megállapításai szerint a lakott területen belül egyébként megengedett sebességgel közlekedő terepjáró vezetője nem használta a biztonság jövét, és az ütközés következtében felboruló járműben a vezető ülésből kiesve az autója jobb oldali karosszéria elemének csapódott, és emiatt történhetett a tragédia. A baleset körülményét a szerencsi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja.